azért videózok, mert jön a kis csapatom, azt hittem, hogy le is dolgoztak. Mi el voltunk a drága Pálmámmal és a édes Bélámmal kicsi munkára. Jön Bencuska, jön. Miért csak négyen vannak? Ja, mert négyen vannak, így van. Jön Norton Dancer, jön Kicsi Túr és Palermo. Sziasztok, azt hittem, már le is dolgoztatok. Tudom. Ó, bazd meg. Ja, de ú, baszki. Jó, itt van Palermo lány. Ügyesek lehetek, hallod? Egy kör Uber haza. Mehetünk. Átmehetünk. Abból még nem lesz bajuk. Imádom a Pálmát. De tudja is. De nem él vissza vele, ennek örülök. Soha vissza nem élt vele. Soha nem használt ki. Á, ritka. És nem itt dicsőítem, meg nem tudom, meg hülye dumát, meg akármi. Mondjuk Pengének ilyen stargépre nem hinném, hogy szüksége lesz a vágtán, de ez nem baj, ha mindenfélét csinál, mert ugye tanul. Tehát bármibe, fejbe tanuljon, egyebekbe. Ugye azért tanizgat van mindent egy ló, hogyha megszokik, akkor nincs, nem érhet meglepetés. De nagyon szépen adja magát. Ugye Bélám, hogy nagyon szépen adja magát? Emlékszem, amikor ide került. És képzel, a Dannak is nagyon tetszett. Szia Gyulám! Sokat fejlődött. Nagyon. És kondiba is jó, és szép is. Nagyon. Nagyon. És nagyon jó fej. Aha, gyönyörű. A másik is. Megszerettem. Szószoros értelmében megszerettem a Pengét. Kész, ennyi. Mi van, drágám, színházi egyed van, hogy így rohansz? Vagy büdös vagyok? Meg a Béla is? Ügyvéd lesz? Ügyvéd? Azt válunk a faszomba. Kész, vége. Majd megizéled. Majd megbánod, majd úgy fogsz könyörögni, kaparáj. Dobod ilyen kis kavicsokkal majd az ablakomat. Én meg azt mondom, hogy no, finito la comedy, darling. Amikor itt voltam, nem kellettem, most már ne kelljek. Ó, neni. Bélám, igazam van? Elrúgott, eldobott, megalázott, megtaposott, leköpött. Lehányt. Jó, az mondjuk a vodkától volt. Na, mindegy, de a többi. És ezt tűrtem, tűrtem. És nem várok, nem bizén, hallgass meg, nem várok, nem bizén, házasodom az idén, az idén. Mert ha megjön az eszem, tudom, akkor nem teszem, nem teszem. Szántottam gyöpöt, vetettem gyöngyöt, hajtottam ágát, szedtem virágát. Fejme soroz, maring, lehajlik az ága. Gyere, kis angyalom, azt üljünk le alája. Bokaccsó, csak mondom, még fénykoromból. Szerbusztok! Mi van veled, drágám? Tég. Nem kell egy galopp, gyerek? Mennyi? Attól függ. 14 000. Dobd ide, megnézzük. Mire jó az? Megnézem mindjárt, gyere, itt leszállok, átadom a lovamat, azt megnézem. Jó. Hogy vagy különben? El vagyok. És mi áradba? Ezt akarnám eladni neked. Azt hittem ajándékba jössz így áll, izékor. Hát ez olyan pici, hogy szemben. Hát galopp nyerek te. Az verseny nyerek, drágám. Na, hallottál a bokaccsomat, és mit szólsz hozzá? 100-valahány előadásban játszottam, csak mondom neked is. Se hallottam. Ja, tényleg már mondtam neked, de imádom. Na. Nem, hazajön, hanem itt adom át neki. Hopp! Hol van? Nekem mindegy, Sanyicsak. Hopp, figyelj. Bélám, mehetsz a Penguskával haza. Gyere, drágám! Elindult? Igen. Pamával és Pálmával jöttünk egy, és Pengével jöttünk egy lazító melót. Nagyon kényelmes. Tegnap galoppot jöttünk, nem is kicsit. Fantasztikusan adja magát a gyönyörűséges kis Zsarzsi lovam. És most tradíciónkhoz híven, ugye Maja fölnyergelte, lepucolta, sétált vele. Most átadom neki, és nyugodtan, amíg kedve van, szépen használja ki őt, mert ez csak jó neki, a lazítás, egyebek. Gurtin, annyit engedtem, drágám, hogy az pont elég lesz. Jó, és ne húzz, ne engedj. Piglit? Pigli, ez nem nyújtam. Jó, oké. Okay. De akarod, leengedünk, jó? Jó, oké, okay, köszönöm. Jó? Gyere, drágucim, nézd meg. Imádom ezt a lovat. Megállítsam.